Kettőnk Marion Zaival a Fitben a Szavarcon. Hello, sziasztok! Te is nagyon szíves vagy. Nagyon szépen köszönöm, te is köszönöm. Az vagy. Köszönöm, hogy érzed magad? Hát jó, de Ati nélkül azért nem az igazi. Még délután, négykor még úgy volt, hogy ő is jönni fog, ugye ő adta volna az egyik díjat, és aztán kapott egy telefont, hogy most éppen Németország felé autózik. Hát ilyen a mi életünk. Mennyire figyelted az egészséges életünkre? Én elég odafigyelek a főzés tekintetében is, meg azért próbálom úgy a mennyiségeket is betartani. Egyet hibáztam mostanában, hogy azt gondoltam, hogy előre lefőzhetek több adagot, mondjuk egy-egy ételből. De Ati egybe megeszi az összeset, úgyhogy ezt így beszüntettük. Pici adagokat főzök most már. Csodóként dolgozom, Kezelésekre is, de főleg inkább konzultációra, műtétre kísérem el őket. Nem feltétlen beszélek rá senkit a műtétre, sőt, volt, akit lebeszéltem. Inkább aki elhatározta, hogy plasztikáztatni szeretne, annak segítek. Orvost választani, hogyan készüljön a konzultációra, mire figyeljen oda, diétás tanácsoktól kezdve egyébként minden benne van, elkísérem a műtétre, hogy a műtétre is hogy készüljön fel, illetve a gyógyulási időszakot is segítem a számukra. Kezdetektől a végéig. Hol lehet nálad jelentkezni? A szépészet.hu weboldalon tudtok nálam jelentkezni, és minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Te milyen kezeléseken vettél részt? Hú, hát ha ezt fel kéne sorolnom, azt hiszem, hogy bajba lennék. Akkor csak az arcot mondom, jó? Az lesz a legegyszerűbb. A múlt héten volt egy botox kezelésem, hogy ne legyek ráncos. Bár sokan kérdezték azt tőlem, hogy hát nincs is ráncod, minek botox kezelés. Éppen azért, mert ha nem tudom összeráncolni ezeket a homlokredőket, akkor nem is fog kialakulni. Ezen kívül a szám van feltöltve, amit rendszeresen szoktam évente egy, valamikor két alkalommal, és januárban lesz egy orrműtétem. Az ugyan nem plasztikai jellegű, hanem orrsövényfeldülés miatt kell ki is alá feküdnöm. Mindig van valami. Mik a jövendőbeli terveid? Hát mindenképpen az, hogy ezeket a szépészeti dolgokat úgy kategorizáljam a magam számára is, hogy jó példa lehessek. Tehát szeretnék minél tovább, minél fiatalabbnak tűnni és jól kinézni. És nagyon sok olyan szolgáltatást kipróbálok, amit utána saját tapasztalatom alapján tudok ígérni és ajánlani. Mit tudnál üzenni a rajongóidnak? Puszilom őket, tetszikeljék az oldalt és kövessenek. Januártól egyébként nagyon nagy változások lesznek nálam, de még nem mondhatok róla semmit, mert most írjuk alá a szerződést egy nagy cégkel. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánok! Nagyon örülök, hogy köszönöm szépen, puszi nektek!